már az interneten a www.nemzetikonzultáció.kormány.hu weboldalon is ki lehet tölteni a szankciókról szóló konzultációs kérdőívet. Az első kérdésben arról kérdezik a kitöltőt, hogy egyetérte a brüsszeli olajszankcióval. Továbbá a gázszállításokra, a nyersanyagokra, a nukleáris fűtőelemekre vonatkozó korlátozásokra, valamint a paksi beruházásra is kitérnek. Mindezek mellett a turizmus korlátozásával járó szankciókról és az élelmiszerárak emelkedését kiváltó Szankciókról is megkérdezik az állampolgárokat. Magyarország kormánya arra kér mindenkit, hogy éljen ezzel a lehetőséggel és mondja el véleményét. Ezt megtehetik papír alapon, mivel már a háztartásokba kipostázták a kérdőíveket, de a kitöltés elektronikus úton interneten is lehetséges. 2011 óta november 17-e a koraszülöttek világnapja. Ezen a napon a korán érkezettek életéért vívott küzdelemre hívják fel a figyelmet. A WHO meghatározása szerint a 37. hét előtti szülések koraszülésnek számítanak. Magyarországon évente mintegy 8000 gyermek jön koraszülöttként a világra, ezzel hazánk a középmezőnybe tartozik. Az elmúlt években a koraszülött ellátás óriási fejlődésen ment keresztül hazánkban. A korábban világra hozott gyermekek esetében nagyon fontos a korai fejlesztés ahhoz, hogy ezek a kicsik felzárkózzanak a 40. hét körül született társaikhoz. A jeles nap apropóján országszerte lilába borulnak egyes épületek, és rendezvények keretében hívják fel a figyelmet a nap jelentőségére.